Bár a nyári időszak holt szezonnak számít a klubkosárlabdában, a vezetők folyamatosan dolgoznak a következő szezon játékos keretének kialakításán. Nyíregyházán az már korábban kiderült, hogy a csapat magja együtt marad, eddig biztos távozókról sem lehetett hallani. Olá Zoltán és Czura Attila még nem mondott igent a klub ajánlatára, az viszont már biztos, hogy Fazekas Csaba távozik a Kékcápáktól. Az U20-as Európa-bajnokságot műtétje miatt kihagyó, jelenleg rehabilitációját végző kosaras az átcsoportos Sopronban folytatja pályafutását. Sopron már januárban megkeresett, ez nem volt hivatalos, de úgy gondoltam, tehát mivel már 20 éves vagyok és bejött ez a fiatal szabály is, ez egy jó lehetőségnek bizonyult, hogy kipróbálsam magát átcsoportba. Mind ezek mellett szeretném megköszönni Ernének és Janinak azt a munkát, amit itt belém fektettek, és remélem, hogy Sopronba ezt kamatoztatni fogom tudni. Nem csak távozója, érkezője is van a Cápáknak, a 27 esztendős 2-3-as poszton bevethető Brúgos Olivér a legutóbbi szezonban a MEAFS Miskolc csapatában szerepelt. Tiszaújvárosban nőttem fel, ott sokszoros utánpótlás bajnok lettem ugye még a Benőcs Gárdával, utána családi okok miatt abba kellett hagynom egy kicsit a kosárlabdát is, inkább a munkára koncentráltunk, megjártuk külföldet is, párommal Spanyolországba éltünk másfél évig, aztán a baba miatt úgy döntöttünk, hogy hazaköltözünk. Aztán újra a kosárlabdát választottam, Tiszaújvárosban játszottam egy évet, aztán Miskolcon töltöttem el tavalyi évet, csak sajnos egy sérülés miatt majdnem az egész szezont ki kellett, hogy hagyjam. Aztán jött Ernő felől egy megkeresés, hogy szeretne itt az edzői stábba tudni, illetve a Blue Sharks csapatában. Aztán úgy gondoltam, hogy ez egy elég jó lehetőség, és szeretnék vele élni. Mint Sitko Ernő szakmai igazgató elmondta, további játékosokkal is tárgyalnak a közös folytatásról. Mindenképpen gondoskodnunk kell Csabinak az utánpótlásáról, hiszen a kettes posztról, egyes-kettes posztról fog ő kilépni fiatalként, és mindenképpen kell, hogy azt a területet is tovább erősítsük, bár természetesen Vaskó Gyurci és Döme is azt a játékot mutatta, amivel megérdemlik azt, hogy itt legyenek a csapat mellett. Ugye az elmúlt bajnokság utolsó néhány mérkőzését úgy fejezhettük be sajnos, hogy sok sérültünk volt, így ők több lehetőséget kaptak, és akkor megállták a helyüket, de mindenképpen szeretnénk fiatal erősítést, és nagyon szeretnénk egy meghatározó magyar játékost még idehozni Nyíregyházára. Remélem, hogy ez sikerülni fog, ez a napokban el fog dőlni. A nyíregyházi játékosok július utolsó hetében a klub által szervezett képzőtáborban foglalkoznak majd a fiatalokkal, az azt követő héten pedig elkezdődik a felkészülés a következő szezonra.